Már digitális zongoraterme is van a nyíregyházi művészeti szakgimnáziumnak. A zeneművész tanulókat segítő innováció mellett más fejlesztés is megvalósul az intézmény falai között. Ezekről is beszámolunk a mai 35 percben. Üdvözlöm Önöket, de előtte lássuk, hogy mi következik a következő bő fél órában. 25 év, negyed évszázada van jelen a Michelin Magyarországon. Hideg éjszakák, hűvös nappalok, fontos, hogy senki ne maradjon fedél nélkül. Nyíregyházi sikerek, az elmúlt évben is jól szerepeltek a versenyeken a művészeti diákok. Több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon a negyedszázados jubileumát ünneplő Michelin Hungária Kft. A nyíregyházi és tuzséri telephellyel is rendelkező cég több mint 1700 helyi beszállítóval dolgozik együtt. Céljuk az, hogy a megyeszékhelyen 10 éven belül karbonsemlegessé tegyék tevékenységüket, és a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban a nyíregyházi gyárigazgató, dr. Nemes Attila. Jó napot kívánok! Napot köszönjük, kívánok, hogy itt van nálunk. Köszönöm, 25 éve vannak itt Nyíregyházán, a Michelin 25 éve van itt. Annó egyébként milyen döntés vezérelte a céget, a multit, hogy ide jöjjön Nyíregyházára? Hát történelemben van Nyíregyházán az agrons gyártásnak, gumigyártásnak, mert a Taurus vállalat nagyon régóta létezik itt, 62 óta van telephelyünk. Amikor a Michelin terjeszkedett a 90-es években, az éppen az időszak volt, amikor a gazdasági változások miatt Magyarországon pedig külföldi befektetőket kerestünk, és ez a két szempont ezt találkozott. A Michelin megtalálta azt a szakmai bázist, amire szükség volt ahhoz, hogy tudja a saját portfólióját növelni. A Taurus pedig egy olyan befektetőt tudott találni, amelyik hosszú távon gondolkozott a vállalatban, és nem mondjuk pusztán csak piacot szeretett volna vásárolni. Mennyire jöttek be akkor ezek a célok? Ezek a célkitűzések. Bejöttek, az elmúlt 25 év ezt igazolja, én azt gondolom. Mióta a Michelin megérkezett Magyarországról, négy telephelyünkben olyan 170 milliárd forintit ruháztunk be. Ahogy mondta, van egy gyárunk Nyíregyházán, egy nagyon modern szupersportabroncsokat, ma már szupersportabroncsokat gyártó gyár, ami annak idején még egészen más portfólióban gyártott. Van egy nagyon-nagyon fontos alapanyagbázisunk Tuzséron, szintén a megyében, ezt szintén említettem, és van egy szintén nagyon-nagyon fontos abroncs logisztikai bázisunk Vácon, és egy világszintű kereskedelmi irodánk Budapesten. Mindez azt mutatja, hogy a vállalat megtalálta a számítását Magyarországon, és fejlesztette azt a Taurust, amit 96-ban megvásárolt. Na de minket főként azért Nyíregyháza érdekel, ugye Nyíregyházán, mint említette, azért volt egy profilváltás. Miért volt erre annó szükség, hiszen hát Nyíregyházán akkor nagy hagyománya volt ugye a mezőgazdasági gumiabroncs gyártásnak. Miért kellett váltani? Ez a váltás 2005-ben kezdődött, utána több lépcsőben folyt, egészen 2015-ben fejeztük be az utolsó nagy kapacitásbővítésünket. Erre azért volt szükség, mert a gazdasági változások következtében Kelet-Európában, Közép-Európában nagyon sok új autógyár jelent meg. Olyan autógyárak, amik nagyon magas kategóriájú autókat gyártottak, amire nagyon magas kategóriájú abroncsok is szükségesek voltak, és kellett egy olyan gyártóbázis, ami ezeket a magas műszaki tartalmú, kis szériában gyártott abroncsokat ezeknek az autógyáraknak közelében tudta előállítani. Nézzük akkor a munkavállalók szemszögéből. Annó gondolom azért is jöttek ide, mert hogy könnyebben találtak munkavállalókat. Most jelenleg mi a helyzet, hiszen azért rendszeresen lehet arról hallani, hogy munkaerő hiányban szenved, ugye nem csak Nyíregyháza megye, hanem az ország is. Hogyha picikét vissza még 25 évre, nem pusztán a munkaerő megléte, hanem a jól képzett és a gumiiparban jártas munkaerő megléte volt egy szempont. Hogyha most 2021-ről beszélünk, akkor igen, amit látunk, ezt mi is látjuk, ahogy nagyon sok más vállalat látja. Az elmúlt 5 évben lényegesen megnőtt az elvándorlás, ahogy másoknál, úgy tőlünk is. Munkaerőt tudunk találni, be tudjuk tölteni a posztjainkat, viszont azzal nézünk szembe, hogy ma mondjuk egy 10 belépő munkavállalóból 6 munkavállaló 2 éven belül vált és valahol máshol fog munkáját keresni. Mi ennek az oka? Olyan sok oka van, azt gondolom, amikor ezt boncolgatjuk, a világ megváltozott. Olyan munkaerő kereslet van ma, nem csak a megyében, hanem az országban, hogy nagyon sok ember igazából kockázat nélkül tud váltani, mert hogyha azt gondolja, hogy szeretne máshol dolgozni, akkor tud máshol dolgozni. Éppen ezért az emberek szerintem sokkal többet próbálkoznak a karrierjük elején, és sokkal több helyen próbálják ki magukat, mielőtt azt mondanák, hogy valamelyik vállalatnál, vagy valamelyik típusú munkakörben megragadnak. És önök hogyan tudják e tekintetben felvenni a versenyt? Tehát hogyan tudnak akkor ezzel a problémával megküzdeni? Mi hiszünk abban, hogy ez egy többrétű válasz kell, ami szülesen a mi részünkről. Nyilván az egyik a bér, amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk olyan juttatási csomagot biztosítani a munkavállalónak, ami ebben a régióban versenyképes. Egy másik nagyon fontos szempont, hogy a munkavállalóinknak adunk fejlődési lehetőséget, tanulhatnak, cégen belül válthatnak, akár új szakmát is megtanulhatnak, és egy harmadik nagyon fontos dolog az, ami talán a legfontosabb szerintem, az, hogy milyen a vállalat,
kapcsolat és a munkavállalók közötti kapcsolat, ami a napi munka szintjén leginkább a vezetők és az emberek közötti kapcsolatot jelenti. No, és akkor milyen? Nagyon sokat kommunikálunk az embereknek, mi hiszünk az őszinte kommunikációban, hiszünk abban, hogy amennyire csak lehet a problémákat, tegyük ki az asztalra és beszéljük meg. Nagyon sok időt fordítunk erre, nagyon sok képzési időt fordítunk erre, évente olyan 50 ezer órát képezzük az embereinket, ami lehet akár a vezetői képzés, akár lehet az embereknek a képzésen. Beszéljünk akkor a jelenlegi Covid okozta helyzetről. Hát ugye lehetett hallani arról, meg még most is, ugye, hogy eléggé nagy problémát okoz az autóiparban. Autókat is, ugye a megrendeléseket nem tudják, az igényeket nem tudják kielégíteni. Ez mennyiben érinti önöket? Ugye az autóiparban van a félvezető hiánya. Igen. Önöknél? Több szempontból érint bennünket a járvány nyilván. Egyrészt van egy higiéniai oldala, hogyan tudunk védekezni, hogyan tudjuk az embernek az egészségét megőrizni. A nyíregyházi gyár azon gyárak egyike, nagyon kevés ilyen gyár volt Európában, amely 2020 tavaszán is folyamatosan működött. Mert egyrészt a vevőigényeink nem tűntek el, másrészt meg tudtuk őrizni az embereknek az egészségét. De nyilván nagyon sok energiát kell abba fektettünk, hogy az emberek egészségesek maradjanak, és ebben az emberek partnerek, ami nagyon nagy öröm számunkra, hogy vannak szigorú intézkedéseink, de az emberek ezt követik, és így tudtunk működni folyamatosan. Ha a gazdasági oldalát nézzük, akkor két dolog érint bennünket. Igen, az új autó eladásokat érzékeljük, az új autó eladások miatt az új autókra szánt avlócsontnak a száma az valóban valamilyen mértékben csökken. Viszont a nyíregyházi gyár arra a piacra gyárt, a felső kategóriás piacra, ahol az utánpótlás piac az erős maradt. Általában bármilyen válság jön a világban, a felső kategória, a luxus kategória kevésbé érintett. Így mi soha nem szembesültünk azzal a problémával az elmúlt hónapokban, mióta a chip hiány megjelent a piacon, hogy a mi teljes kapacitásokat ne tudnánk lekötni. Teljes kapacitással működünk. És van még egy második gazdasági szempont, ez a logisztika, vagy a tengeri szállítás, ami viszont érzékelünk, a konténereknek az elérhetősége, a hajóknak a késése, az azt igényli, hogy főleg az ázsiai beszállításokat, azokat nagyon szorosan kövessük, mert ott vannak zavarok. Mindez pedig ugye akkor azt is eredményezi, hogy önöknek nem kellett egyáltalán elküldeniük. Nem. Senkit sem. Nem. Nem is szerettük volna, tehát pont amiről beszéltem az emberekkel való viszonyunkban, mi azt gondoltuk, hogy abban a 2020 tavaszi nehéz időszakban a vállalat elkötelezett volt amellett, hogy megőrizzük a munkaerőt, megőrizzük a jól képzett szakembereket, még hogyha ennek nyilván akkor volt a gazdasági nehézségei is, és bíztunk abban, hogy a piacok hamar visszajönnek, és hamar vissza is jöttek szerencsére. Nézzük akkor a fejlődési lehetőségeket. Egyáltalán milyen fejlődési utak vannak a gumiabroncs gyártásban? Hát itt azért, hogyha belegondolunk, ott van például az elektromos autógyártás, ez akkor nem tudom, hogy mennyire érinti önöket e tekintetben. Illetve mennyire lehet úgy fejleszteni a gumiabroncs gyártást, hogy a környezetet minél kevésbé terheljük meg? Igen, ez két olyan irány, és még van egy harmadik is. Elektromos autók, igen, egészen más, mondjuk egy autó mindig azzal a négy tenyérnyi felülettel fog az úthoz kapcsolódni, ami az abroncs. És egy elektromos autónak a gyorsulása, vagy a súlya, vagy a súlyeloszlása egészen másfajta abroncsokat igényel, mint egy hagyományos autó. Ez az egyik irány a fejlesztésünknek. Egy másik irány az adatkapcsolt tárgyaknak a megjelenése. Ma már tudunk gumiabroncsokat is adatkapcsolni autókhoz, tudunk csippeket tenni az a gumiabroncsokba, amik utána kommunikálhatnak az autóval, vagy kommunikálhatnak mondjuk egy flottakezelő, flottamenedzserrel. És a harmadik irány, igen, amit ön is említett, a környezetvédelem, aminek két iránya van. Egyrészt az abroncsokat hogy tudjuk minél inkább környezetbaráttá tenni, hogy segítsék az autó fogyasztásának a csökkentését. Ez rengeteg kutatásfejlesztés, alapanyagkutatásfejlesztés például. Egy másik irány pedig az, hogy hogyan tudjuk a gyártást minél inkább környezetbarátabbá tenni. A mi célunk az, hogy 2030-ra a nyíregyházi gyár karbonsemleges lehessen. Ezt hogy lehet elérni? Ezt úgy lehet elérni, hogy az energiák, amiket használunk, azok zöld forrásból származzanak, erre vannak lehetőségek. Az energiapiacon elérhetőek zöld energiák, mondjuk, hogyha elektromos áramról beszélünk például, és a technológiánkat abba az irányba szeretnénk átalakítani a következő évtizedben, hogy zöld energiákkal tudjuk a gépeinket működtetni. Beszéljünk még egy kicsikét a fejlesztésekről, hiszen azt mondta, hogy önök luxus kategóriájú autók számára gyártanak gumiabroncsokat, ez pedig azt is jelenti, hogy ott azért követelmények vannak, fejleszteni folyamatosan kell. A nyíregyházi gyár és a nyíregyházi gyárban lévő humán erőforrás mennyire tudja ezt kiszolgálni? Mi az egyik olyan gyár vagyunk, ahol a legtöbb új fejlesztés van Európában.
olyan 20-30 mérnökünk, aki szinte csak a fejlesztéssel foglalkozik, és nagyon-nagyon sok újabb méretet próbálunk ki minden évben. Úgyhogy igen, ez számunkra egy nagyon-nagyon fontos eleme. Szerencsére ezt tudunk ma jó embereket a piacról hoznánk csábítani, őket utána képezzük mi belső képzéseinkkel, és alkalmasát tesszük őket arra, hogy igen, a Porsche-nak, a Land Rovernek, a Jaguarnak fejlesztenek abroncsokat. Beszéljünk egy kicsikét a nyíregyházi vonatkozásokról is. Nagyon egyszerűen lefordítva, miért jó a nyíregyháziaknak az, hogyha itt van a Michelin? Mert munkahelyet adunk, azt gondolom. Beilleszkedtünk a társadalomba. Én azt érzem, hogy része vagyunk annak a szövetnek, ami nem csak a gazdaság, hanem a társadalom. Tudjuk segíteni a társadalmat. Miért érzi ezt? Miért érzem ezt? Azért érzem ezt, mert keresnek bennünket azok a szervezetek, akikkel már dolgoztunk korábban, számítanak ránk. Jó kapcsolatunk van oktatási intézményekkel, akik szintén keresnek bennünket, duális képzést indítottunk a szakképzési centrummal, és nagyon sok non-profit egészségügyi oktatási szervezettel dolgozunk már évek óta abban, hogy ahol tudunk, segítsük őket. Köszönjük szépen, hogy itt nagyon szépen köszönjük, hogy láttam. Egyre hidegebbek az éjszakák és hűvösebbek a nappalok. A hajléktalan ellátásban nem jelent ez mást, mint hogy közeledik a téli krízis időszak kezdete. Az oltalom szeretett szolgálatnak idén is az a célja, hogy senki ne maradjon fedél nélkül a leghidegebb hónapokban. Az intézmény pályázati forrásból ebben az évben már lábadozót is üzemeltet, emellett ételosztásra is többet tudnak fordítani. Ahogy hűl az idő, napról napra egyre többen térnek be az oltalom szeretett szolgálat nappali melegedőjébe. A fedél nélkül élők számára minden évben krízis időszak a novembertől márciusig tartó közel fél év. Erre és a koronavírus elleni harcra egyaránt fel kellett készülnie az intézménynek. Nyilván a következő időszakban mind az időjárási krízis, meg úgy tűnik, hogy mind a Covid krízis az ránk köszönt, és ebből adódóan megint egy nem könnyű időszak elé néz az intézményünk, hogy a ránk bizottakon tudjunk a lehető legjobban segíteni. Az időjárási krízishelyzet, amely ugye ősztől tavaszig tart minden évben, ilyenkor a oltalom szeretett szolgálatunknak, mint minden ellátórendszernek az az alapvető küldetése, hogy életmentő legyen, hogy senki ne essen áldozatul a zord időjárásnak, és erre összpontosítunk minden erőforrást. Így van, hogy a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely nyitva tartását ilyenkor még jobban egy össze hangoljuk, hogy ne kelljen az utcán tartózkodni. Nyári időben még jól is jön, hogy nem az intézmény területén, vagy az intézményben vannak, ugye. De télen, ahogy lehet, már be tudnak menni. Idén is nyertünk a Hajléktalanokért Közalapítványtól pályázaton, úgynevezett lábadozóra pályázatot, anyagi erőforrást, hogy 10 főt, akinek az egészségi állapota olyan, hogy a hidegbe nem tud kimenni, mert kórházból jön ki, azt mi itt el fogjuk tudni látni, hogy ők is a intézményen belül maradjanak. Nyilván a krízisnek az egy másik része, hogy folyamatosan szintén egy pályázat keretében az éjjeli menedékhelyen és az átmeneti szállón vacsorát is tudunk biztosítani az ellátottaknak. Ugye ez nem kötelező, mert a nappalin ott van népkonyha külön, ugye a nappali melegedő és a népkonyha egyszeri melegételt kapnak, de utána mindenkinek magának kell gondoskodni az öngondoskodás jegyében arról, hogy a reggeli vagy a vacsorája az hogy van. Ugyanígy az átmeneti szállón, az csak szállást nyújt annak, aki valamilyen ok miatt elvesztette a szállását. De ilyen helyzetben nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy fizikálisan ne rodjanak meg az ellátottaink. Ezért pályázatból tudjuk biztosítani, hogy mind az éjjeli menedékei, mind az átmeneti szállón meleg vacsorát kapnak, hogy a fizikai kondíciójuk a téli időszakban is még jobb legyen. Az elmúlt 20 évben, hála jó Istennek, ellátottunk
a téli időszakban az időjárás zordsága miatt nem vesztette el az életét, és hát ezt a jó hagyományt szeretnénk ebben az évben is folytatni. A Covid az egy másik, pillanatnyilag még nem látható történet, hogy ezen belül mi mindent kell még majd meglépnünk, de nyilván az adott helyzet összefüggésében az intézményen belül meg kell hoznunk több döntést is. Az előző hullámban átélte az intézményünk a dolgozói, meg az ellátotti oldalról is a megfertőződést, és hát itt nagyon nehéz pillanataink voltak. És az ellátottaink is elég jól állnak az oltáshoz. A önkormányzat által biztosított házi orvosi szolgálat Pajkosi doktor úr vezetésével oltja folyamatosan az ellátottakat, illetve a munkatársaink is, akik részt vesznek, nagyon ajánljuk, hogy oltsák be magukat. Az látszik, hogy az oltás és a maszk az a két olyan eszköz, ami enyhíteni tudja a helyzetet, tehát egyrészt meg tudjuk vele magunkat védeni, és tudjuk, hogy az oltás az nem arról szól, hogy valaki nem lesz vírusordozó, a maszk abban segít, hogy a fertőzést ne adjuk tovább, tehát hogy magunkra is egymásra figyelve tudjuk kivédeni a közeledő hullámnak az erejét, és csökkenteni ennek a hatását. Én nagyon bízom benne, hogy ebben a vonatkozásban is sikerül majd jó döntéseket, meg közös stratégiát kidolgozva jó kivédeni a hullámnak, vagy a vírusnak a következményeit. Az oltalom szeretett szolgálatnál 150 férőhelyet tudnak biztosítani a nappali melegedőn, 100 férőhelyet az éjjeli menedékhelyen, 50 embert fogadnak a hajléktalanok idősek otthonában, és összesen további 80 fő ellátását végzik az átmeneti szállókon. A téli krízis időszakban ezt a kapacitást képes növelni az intézmény, amire várhatóan idén is szükség lesz. Amikor egy ilyen krízis helyzet van, akár a téli időszakban, mondjuk ha nagyon hideg van, akkor senki nem marad az utcán. Akkor matracokkal, pótágyakkal úgy oldjuk meg, hogy mindenkit be tudjunk fogadni. Hát ez nyilván mondjuk az éjjeli menedékhelyen adott esetben, amelyik egy 100 férőhelyes intézmény is vannak, 130-an, 140-en, ez egy nagy zsúfoltságot jelent, és ott is meg kell tanulni, hogy tudnak a ellátottak is egymásra figyelni, meg egymást segíteni, de nem tudunk mást, mert az meg nem vállalható sem emberileg, pláne egy egyházi intézmény részéről, meg különösen nem, hogy bárki teltház miatt kimaradjon az utcán. Tehát az ilyen szintű kapacitásainkat azt mindig azért úgy oldjuk meg, hogy senki ne maradjon az utcán, bármelyik ellátásban. Főleg nyilván a nappali vagy az éjjeli menedékhelyet illetően. Nyilván a anyagi erőforrásaink azok mint minden intézménynek egy bizonyos értelemben végesek, de azért tartalékaink vannak. A fenntartótól is, a Magyarország Evangélikus Egyháztól az elmúlt időszakban is kaptunk is, meg biztosítékot is, hogy kapni is fogunk akár gyógyszereket, akár anyagi támogatást. Tehát azt gondolom, hogy az anyagi erőforrásaink is rendben vannak, tehát nem kell attól tartani, hogy a krízis mondjuk egy többlet kiadásai miatt az intézmény az költségvetési hiányt szenved. Azért ez egy nagyon fontos, biztos nekem, mint intézményvezetőnek ez egy nagyon fontos, hogy azzal a jó érzéssel nézhetek szembe ezzel a nem könnyű helyzettel, hogy meg tudjuk vásárolni, amire szükségünk van, megkapjuk, amire szükségünk van, meg tudjuk fizetni azokat a szakembereket, munkatársokat, akiktől többletet várunk. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része a védekezésnek, hogy méltó módon tudjuk az anyagi részét is rendezni ennek a dolognak. A saját intézményi kapacitásainkról is vannak tapasztalataink. Hát nekem megrendítően szép tapasztalatom van, hogy a munkatársaimat,
amikor mondjuk itt az idősek otthonában úgy alakult, hogy minden kolléga, két egészséges kolléga maradt. És önként jöttek, tehát nem úgy kellett mondjuk behajtani a kollégákat a üresen maradt bázisra, ahol egyébként fertőző betegek voltak, hanem a kollégák önként jelentkeztek, hogy jövünk segíteni, tudván, hogy covidosok közé mennek. Egy ilyen tapasztalattal nekiindulni mondjuk egy, hogy tudom, hogy a munkatársaimra számíthatok ebben a krízis helyzetben, azért ez egy olyan erős tapasztalat, ami sokkal magabiztosabbá, vagy sokkal tervezhetőbbé teszi a dolgainkat. Több mint 30 éve működik Nyíregyházán a Művészeti Szakgimnázium. Ez idő alatt számos tehetséges fiatal került ki az iskola falai közül. Az intézményben a közelmúltban több új innováció is megvalósult. Mindeközben a járványhelyzet idején is rendre jól szerepeltek az iskola tanulói a különféle versenyeken. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Pécsi Beáta intézményvezető. Kezdjük sokan, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Köszönöm szépen a meghívást. Idestóva 30 éves akkor az intézmény. Hát kezdjünk egy olyan kérdéssel, hogy mire a legbüszkébbek a három évtized alatt, mi az, ami önökkel történt? Hát ha három évtizedre visszatekintek, akkor talán arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy a középfokú művészeti képzés Nyíregyházán folyamatos, és valóban büszkék lehetünk rá, hiszen a végzett diákjaink nem csak a művészeti területeken állják meg a helyüket, legyen ez képzésiparművészet, zeneművészet vagy táncművészet, hanem tanárként, pedagógusként is, gondolva a jövő nemzedékére. Folyamatos a képzés, ön így fogalmazott, miért voltak olyan intézmények, akár országos szinten, ahol nem volt folyamatos a képzés? Művészeti területen viszonylag kevés művészeti középiskoláról beszélhetünk, hiszen ez az oktatási rendszerünknek mindig is egy különleges gyöngyszeme, hogy így fogalmazzak, és ugye nagyon nehéz azt eldönteni 14-15 éves korban egy tanuló részéről, illetve a szülők részéről is, hogy egy ilyen terhelésnek kitegyék-e a gyereküket, illetve hosszú távon ez mit fog jelenteni a tanuló számára. Hiszen a művészeti képzés az mindig egy plusz dolgot jelent a közismereti képzések mellett, ugye a mi diákjaink jelentős óraszámban művészeti szakképzésben vesznek részt. Na nézzük akkor a képzési struktúrát, hogy épül fel. Önöknek három tagozata van, ugye? Így van, így van. Ha jól tudom, a zene, a képző és iparművészeti? Képző és iparművészet. És a tánc. És tánc. És zeneművészeti tagozat, és itt a zeneművészeti tagozatnál kiemelném a 4 éve, 5 éve indult színészképzésünket, amit például, ha már a folyamatos képzésnél tartunk, tavaly nem indítottuk a színészképzést, és idén újra meghirdettük, hiszen sikerült egy olyan városi kapcsolatot kialakítani, itt konkrétan a Móricz Zsigmond Színházra gondolok, ahol a művészképzést, a színészképzésben együtt tudunk működni. Hogyan épül fel a képzési struktúra? Tehát, hogyha egy általános iskolás jelentkezik önökhöz és felvételt nyer, majd arra is kitérünk, hogy ki az, aki jelentkezzen, mit javasolnak. Na de akkor ugye szeptember 1-től, az első tanítási naptól mi az, amiben részesül, illetve milyen képzési struktúra mentén tanítják? 5 éves a képzésünk, és hát most a végével kezdeném a kimenettel, amiben szintén különleges az iskolánk, hiszen két államilag elismert bizonyítvánnyal távoznak majd tőlünk a diákok. Ez egy érettségi bizonyítvány és egy szakmai képesítő vizsgabizonyítvány. És miért is kezdtem ezzel? Azért, mert az érettségi bizonyítványhoz először 4 évig párhuzamos képzésben vesznek részt a diákok. Ez azt jelenti, hogy 23-25 órájuk közismereti óraszámot tesz ki egy héten, és 11-14 óra pedig a művészeti képzéssel foglalkozik, majd az 5. éven, a 13. évfolyamon már csak a művészeti képzésé. Tehát akkor naponta, hogyha százalékos arány kell mondani, a szakirányú képzéssel mennyit foglalkoznak, mennyit kell foglalkozni egy diáknak?
amit most elsoroltam, heti 38 tanórán vesznek részt, ebben benne vannak a közismereti és a művészeti képzési kötelező tanórák, és ezen kívül bizony ők még gyakorolnak, ami nem esik a nehezükre, hiszen ahhoz, hogy tanítható állapotban legyenek a diákok, nagyon gyakran már fél hétkor reggel bent vannak az iskolában, beénekelnek, bemelegítenek, és délután, a tanórák után pedig este még gyakran bent maradnak gyakorolni, hiszen ez hozzátartozik bármelyik tagozati képzést nézzük, 2-3, akár 4 óra gyakorlás is benne van még. Úgyhogy este 8 órakor úgy kell őket kitessékelni, és ezt hozzá kell, hogy tegyem, nagyon élvezik, nagyon szeretik. Tehát akkor komoly akarat kell ahhoz, hogy valaki végigvigye a 4 évet, 4 plusz 1 évet. Ki az, aki válassza ezt a szakgimnáziumot, a művészeti szakközépiskolát? Kinek ajánlják általános iskolások közül? Azoknak a különleges szemléletmódú gyerekeknek, akikről már az általános iskolában is kiderül, hogy egy picit érzékenyebbek, egy picit másképpen látják a világot, egy kicsit élesebben reagálnak azokra az eseményekre, azokra az élettörténetekre, ami körülveszi őket, és szinte minden esetben kiderül, hogy valamiben ők tehetségesek, vagy a zeneművészet területén, vagy a táncművészet területén, vagy a képző és iparművészet területén, mindig utolérhető, és nagyon gyakran ezek a gyerekek az alapfokú művészeti iskolákban megjelennek, így mi fel is vesszük az alapfokú művészeti iskolákkal a kapcsolatot, nagyon szoros kapcsolatokat ápolunk, az általános és az alapfokú művészeti iskolákkal is. Szakirányú általános iskolák? Az általános iskolákban nagyon gyakran, a Nyíregyházi Tankerületi Központban is, 10 felül van olyan általános iskolánk, amely, ahol van alapfokú művészeti oktatás is. De vannak önálló alapfokú művészeti oktatási iskolák, hát itt nem kell nagyon messzire menni a Vikár zeneiskoláról. Mennyire kemény egy felvételi eljárás önöknél? Hát elég kemény egy felvételi eljárás. Pályaalkalmassági vizsgát szoktunk tartani, ez kötelező is a számunkra, és bizony 3-4-5 óra hosszát is igénybe vesz, hiszen több területről is meggyőződünk az adott területen, hogy rendelkeznek-e azokkal a készségekkel, képességekkel a tanulók, amelyek később szükség lesz rá, és hogy mennyire látjuk azt, hogy fejleszthető lesz. De ez minden tagozaton eltérő. Hogyha pedig letelik a 4 plusz 1 év, akkor mi a tapasztalat általában, mi most így mondom szakszóval a kimenet, tehát hová jelentkeznek továbbtanulás céljából, vagy akár elhelyezkedés céljából? Ez is változó a tagozatok tekintetében, de összességében azt elmondhatom, hogy a 85-95%-a a diákjainknak felsőfokú művészeti tanulmányok fog folytatni, tehát mindenképpen felsőoktatási intézményben jelentkezik. A táncosok talán ilyen szempontból egy picit kivételek, hiszen ők ezt párhuzamosan csinálják legtöbb esetben, elhelyezkednek egy profi táncegyüttesnél, például az Állami Népi Együttesnél, vagy az Experidence-nél, és közben jelentkeznek a Táncművészeti Egyetemre, és így folytatják a tanulmányokat. És a későbbiekben nagyon gyakran előfordul, hogy visszajönnek az intézményünkbe tanítani. Ez eléggé felkeltette az érdeklődésünket, hogy a COVID alatt, ha jól tudom, önök fejlesztettek, méghozzá létrehoztak egy digitális zongora tantermet. Ezt igen, hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy tanteremben több digitális zongora van. Ugye, amiről most beszélünk, az egy 6 digitális zongoráról van szó, és a tanulók tudnak gyakorolni. A zeneművészeti tantárgyakat tanulókról van szó, hiszen a zongora
a kötelező zongora minden felvételinél nagyon nagy hangsúlyt kap, és erre fel kell készíteni a tanulókat, és nem beszélve arról, hogy ilyen kötelező tantárgyuk is van, amihez bizony gyakorolni kell. Nagyon sok egyéni tantermünk van, de mivel sok diákunk is van, és sok óránk van, nem mindig jut arra lehetőség, idő, hogy a tanulóink tudjanak gyakorolni, így viszont ebben a tanteremben akár 5-6-an is tudnak egyszerre. Sőt, ha jól tudom, akkor még segítették a digitalizációt, vagy további fejlesztéseket vittek végbe, a grafikusok munkáját segítették ezzel. Így van, most van gyakorlatilag kialakítás alatt két művészeti tantermünk, művészeti grafikához, és 15 géppel gazdagodtunk, és különböző perifériákkal, szoftverekkel, hardverekkel, ami a művészeti grafikus képzést fogja segíteni a jövőben. Még azért a beszélgetésünk végén egy nagyon fontos kérdést hadd tegyek fel, hogy mennyire piacképes az a szakma, amelyeket önök kínálnak a diákok számára. Mennyire lehet ezekből megélni konkrétan? Én azt mondom, hogy nagyon jól meg lehet élni, bár itt a Covid alatt ugye sokszor hallottuk, hogy elmaradtak előadások, viszont nagyon kreatívan, gyorsan föltalálta magát a művész szakma, és ugye az előadásokat átterelték az online térbe. A képzésiparművészeknél ugye őket kevésbé érinti ez a terület, grafikusként, szobrászként, keramikusként, textilművesként, divatstílus tervezőként, stylistként viszont el tudnak helyezkedni. Úgyhogy arról tudok beszámolni, hogy igen, igen jól keresnek. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Ennyi félt a mai 35 percben, de ne feledjék, a héten még egyszer, szerdán is várjuk Önöket. Aznapi adásunkban szó lesz a Covid és az influenza elleni oltások körül kialakult kérdésekről. Bemutatjuk a múlt héten átadott Nyírbátori Ipari Park fejlesztéseit, emellett az aktuális nyírcsahói beruházásokról is szó lesz a műsorban. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!